Vitathatatlan, hogy mindenki érez és érzékel, mondta Jean-Baptiste Le Rond d'Alembert, francia matematikus, mérnök, fizikus és filozófus, aki november 16-án született. D'Alembert törvénytelen gyermek volt, édesanyja egy párizsi templom lépcsőjén hagyta őt, de érdeklődésének, képességeinek és szorgalmának köszönhetően nem kallódott el. Tanítói egy házi pályára szánták őt, de D'Alembert azt nem tartotta tartalmas foglalatosságnak, a jog, az orvostudomány és a matematika jobban érdekelte. A nagy francia enciklopédia egyik szerkesztője lett, amely összefoglalta és népszerűsítette a tudományos ismereteket. D'Alembert főleg a matematikai és a fizikai rész megírásáért felelt. A Francia Tudományos Akadémia titkára is volt. A matematikában D'Alembert leginkább analízissel foglalkozott, vizsgálta a szelő és az érintő differenciál számításhoz kapcsolódó geometriai szerepét. A numerikus sorok konvergenciájának eldöntésére szolgáló hányados kritérium is tőle ered. Sok fizikai problémát oldott meg differenciál egyenletek segítségével. D'Alembert megpróbálta bebizonyítani az algebra alaptételét, amely az egyenletek gyökeiről, azok számáról szól. A valószínűség számítással kapcsolatos úgynevezett fej- vagy írásvitában azt vallotta, hogy annak valószínűsége, hogy egy újból feldobott érme fej lesz, minden esetben nő, amikor előtte írást dobtunk. D'Alembert felvilágosult gondolkodó volt, kiváló tudós, a párizsi szalonok népszerű és gyakori vendége. De mivel nem volt hívő, jeltelen tömegsírba temették.